Imáron 35. alkalommal álltak rajthoz a Tatai Mini Maraton versenyzői. Az időjárás az idén sem kedvezett a futóknak, mert a nagy meleg miatt másodfokú figyelmeztetés volt árnyékban. Az aszfaltra helyezett hőmérő 40 fokot mutatott a rajt pillanatában. A tavaly óta szombat délelőtt 11-kor rajtoló versenyen az idén is majdnem ezren indultak. A futóverseny alatt hat frissítőpont segítette a futókat, akik a város legszebb pontjain, többek között az Öregtó és a Cseketó körül versenyeztek. A szokásoknak megfelelően az idén is csippes időmérés volt, melyet csak a cipőn szabadott viselni. Az egyéni indulókon kívül hármas váltóverseny is volt. Mazák Gabriella, Lukics Szerdján, Faragó József, Sarnyai Attila és Hajas Tibor képviselték városunkat. Mind az öten hősiesen teljesítették az embert próbáló egyéni 13,5 kilométeres versenyt, melyben Hajas Tibornak sikerült korosztályában a dobogó harmadik fokára állni. A Magyar Kanizsai Maratonfutók csapata nagyon szépen köszöni az önkormányzat segítségét, hogy az idén is eljuthattak testvérvárosunkba e komoly múltra visszatekintő versenyre.